Tisztelt Közgyűlés, tisztelt polgármester úr, hát ezen előterjesztés kapcsán mindenki kerülgeti a forrókását. Azt gondolom, ki kell mondani, hogy nem akarunk akkumulátorgyárat és akkumulátor feldolgozót sem Miskolcra. Ez a Mi Hazánk mozgalomnak egyébként a határozott véleménye. Mi azt gondoljuk, ugye a kormány mindig azt mondja, hogy ez a jövő technológiája, mi pedig azt gondoljuk, hogy bizony a jövő az sokkal inkább a magyar élelmiszeriparnak a feltámasztására kelljen, hogy szolgáljon, amit egyébként a 90-es évektől kezdve leépítettek, méghozzá állami segítséggel. Hiszen akkor, amikor a földünkön élelmiszer hiány van, akkor azt gondolom, hogy igen, ez lenne egy olyan stratégiai ágazat, amely bizony Magyarország adottságaihoz passzol. Hát nézzük meg, Ukrajna a gabona exportból háborút finanszíroz. Nem lehet a mezőgazdaságból, a mezőgazdaság iparból nem lehet fejleszteni? Csak az idehozott akkumulátorgyárakból? Hát hogy ne lehetne, tisztelt képviselőtársak? Lehet? Hát igen, ki kell mondani, hogy Miskolcon ne legyenek akkumulátorgyárak. Ami pedig ugye nyilván az ellenőrzéseket illeti, hát legyünk őszinték, a kormányhivatal néha azt sem tudja elérni, hogy egy illegális szennyvízelhelyezést megoldjon, hogy egy szemetes portát rendbe tegyünk. Ugye önök sem gondolják komolyan, hogy akkor ezek a hivatalok eredményesen fel fognak tudni lépni a környezetszennyező globális óriás vállalatokkal szemben. Tehát lássuk be, ez a gyakorlat. Ez a gyakorlat működik jelenleg. Tehát ennyi a garancia. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal inkább ebbe az irányba el kellene lépni. Az, hogy be kell fogadnunk mindenkit, az mondom, nem kell befogadnunk mindenkit. Ahogy egyébként a magyar kormány is elmondja, hogy nem kell migránsokat befogadni. Ez egy helyes gondolat. Én azt gondolom, aztokat kell befogadni, akik idejönnek, és hajlandóak betartani a szabályainkat, és tisztelnek minket. Szijjártó Péter külügyminiszter úrtól nagyon sokszor azt hallani, hogy azt várja el mindenkitől, hogy akiket mi tisztelünk, azok is tiszteljenek minket. Ezzel a gondolattal maximális egyet tudok érteni. Én ott voltam Alsó-Zsolcán, az Andrade első bemutatkozásán, nem azon az Alsó-Zsolcai fórumon, ami aztán minden ellenzéki párt parádézott, hanem az eredetén az üzemcsarnokban, ami pár nappal előtte volt, az Andrade szlovén képviselői a kérdések felénél kivonultak. Tudják ez mit jelent? Ide jön egy befektető, és nem tiszteli meg azzal az itt élőket, hogy végighallgassa őket, fogja a vezetője és kimegy, miközben ott van az aggódó lakosság. Hát milyen tisztelet ez? Na azt kellene elérni, hogy az ide érkező külföldi befektető valóban tiszteljen minket. Hogy azt érezze, hogy ő itt azért akar befektetni, nem azért, mert olcsó a munkaerőnk, nem azért, mert neki minél több pénz csöpög el, hanem azért, mert adott esetben tisztel minket. És én azt gondolom, igen, ki kell mondani, hogy nem akarunk akkumulátorgyárat. Köszönöm.